Számos kerületi és környékbeli óvodából érkeztek gyerekek a Vigyázó Sándor Művelődési Központba május 5-én, ugyanis utolsó előadásához ért az intézmény által szervezett Bóbita Gyermekszínház bérletsorozat tavaszi évada. A záró eseményre összesen 7 kisgyermeknevelő intézményből látogattak el. A létesítményt a szomszédos kerületben működő hárslevelű óvodából 2 csoport is felkereste. Az odajáró növendékek ugyanis rendszeres résztvevői a programnak esztendőről esztendőre. Nagyon szeretik ezeket a programokat, mindig élményrajzot csinálnak az előadások után, sőt, sokszor el is játsszák, és már nagyon sok gyerek van, aki színészként is szerepel, mert egy akkora élményt kapnak, hogy utána ők is szeretnének a színpadon szerepelni. A színházi esemény sorozatot annak megálmodói a pandémia okozta 2 évnyi kényszerszünet után, idén márciusban indították újra. A tavaszi évad során 3 színdarabot mutattak be Rákos mentén, elsőként a Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház közös produkcióját Fabatkák kertje címmel, illetve a Veszprémi Kabóca Bábszínház társulata által színpadra vitt Grétát. A szezon utolsó alkalmával az óvodásokat az Aranyszamár Bábszínház művészei szórakoztatták a Holt király palotája című interaktív mesejátékkal. Nagyon jó! Örömünkben éjjel-nappal így szümmögünk! A 100 Ilona által írt darabot Baranyi Anita, Tóth Mátyás, valamint érsek Csanádi Gyöngyi játszotta. Utóbbi igazgatói minőségében elmondta, a nézők elé tárt történetet nagy díszletek, valamint óriás méretű és hasonló adottságú, úgynevezett bunrakú bábok segítségével jelenítik meg. A mesejáték különlegessége pedig az interaktivitás, ugyanis a játékidő során a gyerekek a főhős nem csak a nézőtérről, hanem a színpadról is segíthették. Én azt gondolom, hogy a kötetlensége, a természetessége az, ami szerintem nagyon vonzó lehet a nézők számára. A gyerekek nagyon élvezik, és nagyon, nagyon jól tudnak működni. Tehát a meglepő az az, hogy annak ellenére, hogy feljönnek a színpadra, és gyakorlatilag ők válnak, vagy ők kerülnek a fókuszba, ennek ellenére ezt nagyon jól tudják működtetni. A Vigyázó Sándor Művelődési Központ évek óta szervez előadásokat 4-től 10 éves korosztály számára. A program életre hívói minden évben egy tavaszi és egy őszi évadra készülnek, illetve igyekeznek minél változatosabb előadásokat kínálni az érintetteknek. Mind a tavaszi, mind az őszibe 3-3 előadás van a sorozatban. Most március, április és májusban, tehát most van az utolsó felvonás, és ilyenkor mindig arra törekszünk, hogy a 3 előadás azért valamiben különbözön egymástól. Vannak élőszereplős előadások, óriásbábos előadások, és mind a tartalmában is mindig a különbözőségre törekszünk, de az azonos színvonalra. A Bóbita Gyermekszínház bérletsorozat 2022 őszén is folytatódik, az ezzel kapcsolatos tervező munka már folyamatban van. A szezon utolsó decemberi előadása ezúttal is az ünnepi tematikához igazodik majd.